Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Sziasztok, srácok! Citrompót, low time! Ez itt az új közlekedő edény a családnak, méghozzá ez a gyönyörűséges, piros, amerikai álom Chevrolet Kalosz. Még véletlenül sem Devo. Ez egy Chevy. Nyilván mindenki azt várta, hogy valami hatalmas egy poént fogok elsütni, de nem, mert olyan rohadt hideg van, hogy ide fogok fagyni. Úgyhogy miután csinálok róla egy montást, hogy lássatok, hogy ez hogy néz ki, egyébként elmondom, tök szép és piros. Folytatjuk az utastérből, mert ide fagyok. Nagyon. Ezt a videót a Car Vertical támogatta. A mai jelentésben egy BMW 320D található, amely Romániában honos, és ahogy látható, egy párszor körbe volt törve. Itt látható, hogy Románián belül elég sok baleset érte, évente kettő belefért bőven. A jármű nincs körözés alatt, a kilométeróra állása pedig érdekes módon vissza lett tekerve szinte nullára. Ez valószínűleg műszeregység cserés volt, mert nincs az a hülye nepper, aki 100 000-ről visszatekeri 300-ra a kilométer órát. A legtöbb autónak a felszereltségét is mutatja a rendszer, attól függően, hogy mennyire új autóról van szó. Itt meg lehet nézni, hogy mi az, ami az autóban szerepel. Megmutatja az alvásszám helyét, valamint, hogy mire kell figyelni. A Car Vertical nemzetközi adatbázisból dolgozik, amely alapján, ha a biztosítóhoz be volt jelentve a káresemény, azt az rögzítésre került, akkor lekérdezhető. Bármilyen sufnitákolást nem fognak tudni megmutatni. Ha kíváncsi vagy az autód előéletére, akkor találsz egy linket a leírásban, amellyel most 20% kedvezménnyel kipróbálhatod a szolgáltatást. Na de, vissza a videóhoz. És igen, ott a BMW. Szél van, és hideg, úgyhogy nem lesz ma idénről a videó. Szóval ő lenne az a közlekedő edény, amit anyukámnak sikerült beszereznem, illetve hát nem egészen, kellemes kis nepper sztori, megfűszerezve egy kis javítással, és mindjárt ide fagyok, úgyhogy irány az utastér. Na, itt mindjárt jobb. Nyilván észrevettétek a montázs alatt, hogy ez egy kétajtós, kvázi sportkalosz, ami abban merült ki, hogy két ajtaja van négy helyett, meg van egy kis lökhajtó tollat szett rajta, amitől egy kicsit egész jól néz ki, már így a maga pici bugyuta formájával. Most ezt az autót én még júliusban vettem, mivel öcsém megvette a Subaruját, azt el kellett hoznunk, akkor még a mentő nem volt használható állapotban, úgyhogy béreltünk egy autómentőt, és gondoltam, hogy visszahozzuk az autómentő bérlés árát, ugye egy hétvégére kivettük. Vettem egy 1.9 TDI Volkswagen pólót, egy 6N-es póló kombit, valami irgalmatlan potompénz, aztán 150 euró volt, és volt benne 150 ezer kilométer. Én nénitől hoztam, mert tök jó volt. El is adtam, meg vettem ezt a kalácsot, ami hát kőkemény 300 euróba fájt, tehát abszolút korrekt ára volt. Ez egy 2007-es, 1.2-es benzines Chevrolet Kalosz, amelyet csornán vettem egy osztrák sráctól. Igazából nagy baja nem volt a kocsinak, tehát szerkezetileg egyben volt. A két ajtó alja volt megrozsdásodva. Tényleg hölgytulajos volt, jól össze van karcolva a sarkokon. Egy-két helye meg van húzva, viszont a beltere az gyönyörű. Tehát ez tipikus, hogy letörölgeti, rendbe rakja, hát a világos lát, a betonládát elviszi. Hát ez van, de a kuplungja még egész jó. Vagy már cserélték. Fú, de mocskos sztereotípiákat durogtatok én itt, de láttam már ilyen autókat. Miután hazahoztam, itt állt az udvar végébe, és hát próbáltam rejtegetni a videókba, mert az a baj, hogy bármit hazahozok, még hogyha csak azért is, hogy később eladjam, mindenki projektet vizionál benne, ugyanez volt a Passattal is, az Audival is, meg a mindennel. Ha erről lemaradtál, akkor most ne kérdezd a kommentekbe, hogy milyen Passat és milyen Audi. Nincs. Nem is volt. Soha nem is lesz. Meg hát ez volt a képzelbeli BMW-m, és az is abból indult ki, hogy volt egy BMW, amit eladtam. Hát igen, gyorsan vissza kellett hozni a mentő árát, mert lecsúrosodtam miatta. Arra mondjuk nem fogok csinálni mennyi volt videót. Tehát itt állt az udvarba egy ilyen kis cuki piros kis autó. Egy nagyon korrekt kis autóról beszélünk egyébként, tényleg minimális munkát kellett rajta végezni. Az is leginkább csak azért, hogy az állásból eredő gondokat, ilyen fékrosdásodás meg ilyesmit kijavítsuk. Anyukám meg egyre jobban nézegette itt a hátsó udvarba a gyűlő roncskupacokat, és ugye egyre jobban nézegette azt a kis piros cuki női autót, amit a Tomika kisfia hazahozott. Ez addig-addig folyt így, ameddig azt mondta, hogy neki ez az autó kell. És mivel a vagonunkat úgyis le akartuk már cserélni, mert kiöregszik, meg hát papás egyébként az az autó, gondoltam akkor egye fene,
anyunak megcsinálják ezt az autót, és eladom a vagont. Na most ez volt augusztusban. És itt kezdődik a videóanyag, ugyanis nekiálltam az ajtókat kilakatolni, ami azt jelenti, hogy nem voltak annyira rozsdásak, hogy szét kelljen őket vágni, viszont ugye elejét kellett venni a további rozsdásodásnak, úgyhogy üvegszálas gittápol és eltakar módszerrel megoldottuk. Na, alakul ez a kis cseresznye, a citrompótló. Ez az oldal már egész korrekt. Szépen le van fújva réteg alapozóval. Erre majd még jön, mert hát még nem az igazi. Egyelőre jó lesz, sajnos ez ilyen. Mivel nem tudom hozzá ajtót szerezni, ezért muszáj valamit csinálni vele, és még nem tartott a rozsda, hogy ezt itt nagyon szét kellett volna vágni, úgyhogy elodáztuk a problémát. A másik oldalon még dolgozni kell. Itt az egy kicsit többet kellett gittelni, még volt horpadás is, meg minden. Úgyhogy itt nem tudom, szerintem azért kellett rozsdálni, mert valaminek igencsak neki csapták az ajtókat. Hát rendszeresen, mert több ilyen kis horpadrész is volt rajta. Úgyhogy ja, ezt itt most végig fogom csiszolgatni szépen újra, aztán kap majd alapozót, aztán kap majd színt. Egész jól alakulunk, hát amit itt láthatok, az eléggé, hogyan mondjam, ezenciája annak, amit műveltem. Mivel nem minden munkafolyamatot vettem föl és mutattam meg, le van alapozva mind a két oldal a kocsinak, és egyenes. Legalábbis annyira, amennyire tőlem telik. Egy picivel már jobban sikerült, mint a Subaru-n. Úgyhogy remélhetőleg ez már jó lesz. Nem a legszebb módja a rozsda eltüntetésének, illetve hát elfedésének. Viszont itt még nem volt annyira gáz a dolog, hogy az ajtót meg kelljen vágni. Más ajtót nem tudtam szerezni, sajnos. Elég ritka egyébként Kalosban a három ajtós. Egyébként pont ez miatt jön néz ki jobban. A négy ajtós Kalosz az eléggé hát csökevényes, mondjuk úgy. Úgyhogy ezt holnap folytatjuk. Ha minden jól megy, holnap meg fogom fújni. És nekiállunk az apró kis rozsdának a jobb első rugó toronynál. Azt mi meg kell csinálni, lámpákat ugye polírozni, aztán, hogyha műszakilag rendben van az autó, egy olajcsere ilyesmi még befigyel, akkor mehetünk vele KPM vizsgára és regisztrálni, mert ugyanis ez egy osztrák autó. Ez az oldal, ami festésre vár, de ilyen hülye elsős időben nem tudok festeni. Úgyhogy ezt a kis rozsdafoltot kell itt kihegezgetnünk, talán látjátok. Tehát innen le kell szednünk ezt a légszűrőboxot, ezt le kell takarnunk, itt ezt ki kell vágnunk, ki kell venni a futóművet, meg kell menni az autót, kicsit lejjebb kell engedni a dolgokat. És ha minden jó megy, ezt csak simán kicsiszoljuk, kivágjuk és hegeztünk ide egy darab másik lemezt. Aztán utána, hogyha egy kicsit már jobb idő lesz, egy kicsit mondjuk egy délután folyamán, akkor ezt itt szépen megfújjuk, ugyanolyan szép pirosra,
mint ahogy itt ma megtettem. Egész jó lett a festés, ugye itt nem volt olyan gond, mint a Subarunál, hogy metálfény meg ilyenek. Amúgy meg sokkal simább lett, sokkal jobban sikerült a gittelés, hiába gyakorlásra le lehet érni azt, hogy ne nézzen ki nagyon szarul. El is készült a javítás, erre most jön egy kis ecsetes rozsdagátló alapozó, utána pedig kap majd egy kis hasonlóan piros festéket, mint a gyári. És kész van a rugótorony. Nem volt különösebben nagy baja, le volt ruhadva a felső lemezréteg, ezt pótoltam. Belül mielőtt ráhegeztettem, kikentem rozsdagátló hegeszthető alapozóval, és így már tulajdonképpen rendben van. Elkészült az ajtaja a kalosznak, amit mi meg kell csinálnom, ezeket a díszléceket kéne feketét lefestenem, hogy nézzen ki valahogy, meg a lámpapolírt, meg tulajdonképpen ennyi, aztán el kell vinni vizsgálni, be kell papírozni, de az majd a következő epizódnak a része lesz. Úgyhogy alakul a kicsike, bár szépen lassan, de hát ez most egy ilyen dolog. Miután az ajtók a készen voltunk, a kültéren igazából csak annyit kellett javítani még, hogy az első lámpákat föl kellett polírozni, ehhez vettem egy ilyen furóba fogható polír szettet, tök jó cucc, és ilyen 3000 forintból megállt az egész polír anyaggal együtt. Nem egy bonyolult dolog a lámpapolírozás, igaz, hogy nem lakkoztam le, tehát idő után újra be fog mattulni, de legfeljebb egy dél után megint átmegyek rajta. Ezután pedig a műszaki tartalommal is kellett foglalkozni, mivel most már kezdtünk beleérni a télbe, én nekem meg ugye itthon nincsen olyan műhelyem, ami lehetne normálisan dolgozni, ezért a szomszéd utcában lévő szerelő bácsihoz átvittem, egyébként olyan nagyon, nagyon jó fej emberke, baromi jó a szakmájában, mondjuk immóhibás autót nem szabad hozzávinni, de megcsinálta nekem a féket, megcsinálta az alvázvédőzést, kicserélte az első lengőkarokat, mivel lógott két darab tányérszilent, ugye két tányérszilent mind a két lengőkarba, ezért szilentet akartunk cserélni, de annyira be voltak rozsdásodott csavarok, hogy le kellett vágni a lengőkart, hogy ki lehessen szedni a csavart, úgyhogy két darab lengőkar, talpasgömbfej, szilentek, féktárcsákat felszabályoztuk, mert nem volt igazán válla, csak az állás miatti rozsdát kellett letakarítani róla, hátsó fékdobok felszabályozása, elől fékpofákat cseréltünk, a hátsók azok teljesen jók voltak, nem voltak abszolút megkopva, gondolom azt már egyszer cserélték. Ki lettek pucolva a fékek, beállítva az utánállítók, és tulajdonképpen rendbe lett téve műszaki vizsgára. Kapott egy alvázvédőzést, mert nem volt elrohadva az autó alja, sőt minimális rozsda volt rajta. Inkább csak esztétikai jellegű alvázvédőzést kapott, de ezt láthatjátok a képeken is itt. Eközben már ugye én megkértem az időpontot az NKH-nál, ami kellemes két hónapra rá kaptam, miután kértem, de erről majd lesz külön videó, meg a költségekről, hogy hogyan volt ez az egész. Úgyhogy most itt tartunk a kalosszal, van rendszáma, magyar, papíros, és édesanyám tök boldog vele. Na de, menjünk bele egy kört! 1-2 ideges. Ja igen, ez már csipog az öv miatt. Hátra megy, érdemes meghallgatni. Először azt hittem, hogy valami rossz a váltóban, mert nem hiszem el, hogy ennek ilyen szörnyű hangja van hátra menetben, de. Egyik haverom mondta, hogy nekik ilyen kaloszuk volt, illetve a Devo megfelelője, plusz Ádáméknál is van egy ilyen kalosz, és annak is ugyanilyen szar a hangja.
menet tulajdonságokra, ez egy átlagos autó, 1-2-es benzines, azt hiszem 70 lóerős motorja van, vagy valami ilyesmi, 70 lóerő környéke, viszont viszonylag modern, már elektromos ablakkal szerelt, és tulajdonképpen a klímán kívül, hát ha nevezhetünk kaloszban full extrásnak valamit, akkor ez az. Ugye elektromos ablak, központi zár van benne, tettünk bele egy jó rádiót, hogy szóljon a zene, és kész. A váltója, az valami orbitálisan szörnyű. A váltógombja nagyon kényelmes, viszont olyan az egész, mintha, nem is tudom, kereszteztek volna egy UAZ váltót mondjuk egy Suzuki Swift váltójával. Tehát pontos, mert bemegy a helyére, viszont érzésre olyan, mintha egy vödör csavarban kalimpálná. Brutális. Ez az egy, amit fel lehet hozni negatívumnak egyébként az autóval, hogy szörnyű a váltója. De amúgy meg egy kényelmes, viszonylag modern kis autó, fajék egyszerűségű technikával, az mindenképpen szempont volt, hogy a lehető legegyszerűbb autót vegyük meg családi másodautónak, mert hát mégiscsak egy gyepálós autóról van szó, amit mindenki hajt. Annyinak ez a városi közlekedő edénye, és annak jónak kell lennie, úgyhogy teljesen korrekt lett és rendbe raktuk. Ja, amit még elfelejtettem mondani, hogy az autóban még vezérlés is cseréltünk, tehát ugye megkapta az alapszervizt, ami igazából minden egyes autó vásárláskor illik elvégezni. Tehát vezérléscsere, vízpumpacsere, hűtőközegcsere, olajcsere, olajszűrőcsere, meg ami még esetleg befigyel. De egyelőre már eleve úgy vettem meg az autót is, hogy a futóműve rendben van, a motor jó. Az autó pöcre indult, igazából bármikor is beindítottuk, már nálunk van ugye augusztus, július vége augusztus óta. Nem kell csodát várni tőle, hiszen ez a néhány lóerő, ez a kemény 70 lóerő, igaz csak 10-zel van megkevesebb, mint a Mercibe, nem fogja olyan gyorsan 100-ra röpíteni az autót, viszont egy nagyon kényelmes, könnyed közlekedő edényként lehet használni. Elől McPherson futómű, hátul csatolt lengőkar, teljesen jó. Egy jó alufelni kell még rá, de egyelőre térre a lemezfelni kiválóak. Így hát olyan egy citrompótló, és még a közeljövőben várhattok róla tartalmakat, ugyanis lesz egy ökörködős olajcsere Ádámmal, mert miért ne. Emellett lesz még egy összesítő, egy ilyen árösszesítő, hogy egyrészt hogyan kell Magyarországon forgalomba helyezni autót, másrészt mi van akkor, hogyha átlag Béla, mondjuk te vagy én, bemegyünk az NKH-hoz, hogy csókolomat kívánok, szeretném regisztrálni az újonnan vett autómat, valamint egy árösszesítő, hogy mennyibe került, mennyi volt a kalosz nekünk, és hogy mire lehet számítani akkor, hogyha Ausztriában vesztek egy viszonylag jó állapotú, 10 év körüli kicsi használt autót, hogy körülbelül milyen áron lehet ezt magyar papírossá tenni, használhatóvá tenni. Szerintem ez egy releváns információ mindenkinek. Köszönöm, hogy ezt a videót megnézted. Ha szeretnél hasonlókat látni, iratkozz föl, lájkolj ezt a videót, mert miért ne? Emellett, hogyha tetszik a munkásság, és szeretnél támogatni ebben, vannak linkek a leírásban, Patreon és PayPal lehetőség. Úgyhogy anyukámnak van egy szép új autója, én pedig elköszönök tőletek. Sziasztok!